Egy csoportképre is összeálltak a magyar és a latin-amerikai kutatók csütörtökön a Nyíregyházi Egyetemen. 3 évet vártak erre, hiszen a kapcsolatfelvétel 2019-ben történt, de a közös kutatásokat a pandémia miatt nem tudták elkezdeni. Idén ősszel viszont megkezdi a munkáját 3 ecuadori kutató Nyíregyházán. A delegáció vezetője azt mondta, sokat vár a kapcsolattól. Nem elsősorban tanítani érkeztünk Nyíregyházára, hanem azért, hogy megértsük a magyar valóságot és összehasonlítsuk az ecuadori viszonyokkal. Szeretnénk beszélgetni arról is, hogy milyen változásokkal kell Ecuadorban szembenéznünk a klímaváltozás tekintetében. Nagyon sok kutatást végzünk elsősorban a napenergia kapcsán, de az időjárás változás okán is. Sőt, a városi környezet kihívásaival is foglalkozunk. És hogy mit várunk ettől az együttműködéstől? Szeretnénk barátságokat kötni, közös programokat, kutatásokat végezni. Fogalmazott dr. Freddy Partilla Farfán, az egyetem professzora. A Nyíregyházi Egyetemnek évek óta kiemelt célja a nemzetközi kapcsolatok erősítése. Ennek a törekvésnek egyik jele a latin-amerikai együttműködés. Az intézményben néhány éve megindult a nemzetközi szintérfelényítás. Ugye vannak nemzetközi szakjaink, vannak képzési programjaink, amik már angol nyelven is folynak. Ennek egyik eleme ugye a biológiai alapszak, illetve a környezettudományi intézet kutatói pedig ugye nemzetközi szintéren már eleve jelen vannak kutatásaikkal, és ehhez kapcsolódik ugye ez a program is, ami 2019 tavaszán indult, mint egy 20 000 euró összeget nyert, azt hiszem az egyetem erre. És ugye 3 ecuadori kutató érkezett hozzánk, és jelen állás szerint ők oktatási és kutatási tevékenységet fognak folytatni a Környezettudományi Intézetben. Elsősorban a vizes élőhelyek hidrobiológiai területen dolgoznak, és a mi professzoraink, kutatóink szintén ki fognak utazni, hasonló tevékenységet ellátva ugye az ecuadori társintézményben. 3 nyíregyházi egyetemi kutató indul ősszel Ecuadorba is, ahol környezettudományi vizsgálatokat végeznek, és tanítanak majd az ottani egyetemen.